Szépen fejlődik a repce gyulatanyán, kitűnő időjárás segítette az áttelelést a vetés óta, megfelelő időközönként és kellő mennyiségű csapadékot kapott a föld. A vármegye néhány más szántóföldjével ellentétben ráadásul itt a mezei pockok sem tettek kárt, a növény már egyéb kártevők írtásán és a tavaszi fejtrágyázáson is túl van, köszönhetően a szokatlanul enyhe időjárásnak az elmúlt éve, évtizedekben ennyi csapadékunk nem volt. Ez sajnos csak a csapadékra tudom elmondani, hogy nagyon jó volt. A termény árakra viszont nagyon-nagyon övülőleg, de ez nem csak itt Magyarországon, a környező országokban ez mindenütt. A, az ukrán behozott kukorica, illetve búza, döpping, ez, ez mindenütt lenyomta az árakat. Hát így az ő vagy a tavalyi csapadék után ugye a növények, a kalászos élet, a repce az, az jó tehát ugye a tél az nagyon nem volt, igaz, hogy hó volt, viszont csapadék januárban itt 32 mm volt gyulatanya, viszont 44 éve, hogy a pályán vagyok, de még ilyen februárban nem emlékszem, hogy szinte két hete már ilyen 15-20 fok körüli hőmérséklet. A következő napokban várhatóak hajnali fagyok, de ez a repcében vagy a búzában nem fog jelentős kárt okozni, a gyümölcs termesztők aggodalma azonban jogos lehet korai kajszi, barasz, kőszi, vagy, vagy alma, az már nagyon-nagyon megindult, tehát ott reméljük, hogy nem lesz mínusz, bár most erre a hétre, csütörtök, péntek, szombatra mond elég sok helyre mínusz, tehát reméljük, hogy át fogjak vészelni. A szántóféli kultúránál, tehát a búza repcénél ott nem lesznek gondok, de elképzelhető, hogy a gyümölcsösökbe igen. Hogy mit vetít előre az tél, és hogy idén esős vagy aszályos időjárás jutja a növényeknek, még senki nem tudja. Azzal azonban semmiképpen sem számolnak a gazdák, hogy a piaci helyzet idén javul mély, öven aluli mély nyomot ez a kukorica 5000 forint, napraforgó, kalászos nácol, rentábilisár, nagyon-nagyon nehéz tenni. Tehát oda, a 100-120 más a kukoricának kell lenni, tehát az önköltségű 4 450 ezer körül mozog a kukorica esetében, ugye azt nem néz kiszámolni, hogy 5000 forintos árnál ugye 80 másra nettót kell csinálni. Tehát hangsúlyozom, hogy nettót, mert ugye amikor mi aratjuk a kukoricát, bevisszük ott, ugye azért úgy elég szépen csipkednek a, a súlyokból, illetve víztartalom milyen százalék olyan, tehát a gazdálkodó az az, az még az 5000 forintot se kapja meg. Ahogyan arról korábban már több ízben beszámoltunk, Magyarország, valamint Európa további 15 országa egységesen lépett fel az Ukrán gabona és egyéb élelmiszerek válmentessége, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek ellen. Ahhoz, hogy a gazdák magasabb áron értékesíthessék terményeiket, szükség van arra, hogy az Európai Bizottság megszüntesse a szomszédos ország. Alapanyagainak szabad behozatalát, erről májusban döntenek Brüsszelben.